A második beszélgető társammal a sörök világában fogunk egy picit elmerülni, és kitérünk a magyar és a cseh sörkultúrára is. Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Katona Csaba sörtörténészt, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének munkatársát. Szia Csaba, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Szia, és én köszönöm a meghívást, és egy utolsó boldog új évet kívánok. Kezdjük talán azzal, amit biztos rengetegszer kérdeztek meg tőled, de most is meg kell kérdeznem nekem is, hogy hogyan lesz valaki sörtörténész? A sörtörténész az nem egy hivatalos titulus, tehát mondjuk úgy, hogy sokan hívnak így engem, de természetesen a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében én nem úgy vagyok számon tartva, mint sörtörténész, ilyen státusz nincs. Egyszerű kutatótörténész vagyok, viszont minden történésznek megvan a maga területe, amivel úgymond részletekben menően foglalkozik. Ez engem illetően Magyarország tágabban véve az osztrák-magyar monarchia 19. századi hétköznapi életének a története. És a hétköznapi élet története, a mindennapok története, hát az egy elég tág fogalom, viszont ebben mindenképpen beletartozik a gasztronómia, a gasztronómiának pedig része a különféle italok fogyasztása, eképpen a söré is. És 2007-ben megkeresett a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének az akkori elnöke, Vaskó György, a Miskolci Kortyolda tulajdonosa, hogy lehetne a következő év nyarán tartani egy tudományos konferenciát a sör múltjáról. Én erre igen mondtam, és valójában itt kezdődött kettünk közös kolondja szellemi téren a sörrel. És akkor azóta is tart ez a fajta? Hát ez már egy tizenvalahány éves románc, mert hogy ez a konferencia végül is úgy valósult meg, hogy a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara beszállt társpartnernek, Fozekos Csaba akkori dékán úr jóvoltából. 89 előadót hívtunk meg Miskolcra 2008 nyarán erre a konferenciára. Sikeresnek bizonyult, hát mondjuk a téma az adta magát, hogy valószínűleg nem vallunk különösebb kudarcot. Ebből lett egy kötet, abból további konferencia, és lassan, de biztosan egyre jobban érdekelni kezdett ez a téma. Említetted akkor így a magyar sörtörténetet. Ha nagyon röviden, persze ez nyilván lehetetlen, de össze kellene foglalni, akkor mit tudunk a magyar sörfőzés történetéről? Ugye azt szokták mondani, hogy vannak sörös meg boros nemzetek. Ez tulajdonképpen bizonyos értelemben megállja a helyét, de nyilván nem lehet arról beszélni, hogy csak sör vagy csak bor. Magyarország alapvetően valóban a borászati kultúrájáról nevezetes elsősorban, ha már alkoholos italokról beszélünk, illetve nyilván a pálinkáról. De azért már az Árpád-kori forrásokban is fölbukkon, hogy készítettek sört Magyarországon. Azzal együtt természetesen, hogy a bor dominanciáját a sör nem tudta kikezdeni. De ez meg nem a lélekben gyökeredzik, legfőképpen nem a genetikában, hanem inkább a gyakorlatban. Ha ránézünk Európa térképére, azt tapasztaljuk, hogy ahol megterem a borszőlő, ott az elsődleges ital a bor, ahol nem, ott az emberek arra kényszerülnek, főleg hát északabbra tekintve, hogy gabonából készítsenek maguknak valamiféle italt. Ez Magyarországon is így volt, ebből fakad az, hogy a bor volt az elsődleges ital, de azt se felejtsük el, hogy amikor a török kiűzése után Zsinórba jöttek létre a kisebb sörfőzdék, azért világos igényt mutat arra, hogy Magyarországon nem csak a bort, hanem a sört is szerették. Legkorábbi magyarországi alapítású főzdem a Temesváronban, ami ugye 1920 óta nem Magyarország része, de 1718-tól jogfolytonosan működik a temesvári sörfőzde, és aztán a 19. században, amikor a filoxéra vész adott egy hatalmas pofont a magyarországi borászatnak, akkor a sör betöltötte a bor által üresen hagyott piaci rést. Innentől kezdve megnövekedett a magyar sör iránti kereslet, nagy gyárak jöttek létre, de rögtön hozzá kell tenni, hogy ez a folyamat nem a filoxérával vette kezdetét, hanem az már a 19. század derekától kitapintható, viszont a filoxéra ezt rendkívüli módon fölgyorsította. És tulajdonképpen a 19. század második felében lett sokkal jobban elterjedt ital a sör Magyarországon, döntően a nagyvárosokban, sokszor úgy emlegették, mint a urbánus kultúrkör italát, szemben a borral, ami mindenhol megtalálható. És mit látsz, hogyan tapasztalod a mostani magyarországi helyzetet a sör tekintetében? Én most optimista vagyok, olyan értelemben pedig, hogy a sörnek az elmúlt rendszerben lett egy elég negatív, úgymond, hát értékítélete. Itt arra gondolok, hogy a 1945 után rendszerben a világháború után jóvátételi kötelezettségekkel terhelt vesztes országban eleve nehezen bontakozhatott ki egy virágzó gazdaság, de hát 1949-től kiépült a pártállam, ami viszont szigorúan a gazdaságot tekintve azt jelentette, hogy a főzdéket államosították, valós piaci versenyre semmilyen formában nem került, nem kerülhetett sor. És 1990 után a rendszerváltás követően nagyon hamar visszatértünk a hagyományainkhoz olyan értelemben, hogy sorra nyíltak a kis főzdék. Már a 90-es évek derekán létrejött a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete, de ezeknek a főzdéknek a nagy többsége képtelen volt állni a piaci versenyt a multik által felvásárolt nagy sörgyárakkal, jelentős részük elvérzett ebben a klasszikus vadkapitalista piaci versenyben. Ugyanakkor azonban egy bő 10 évvel ezelőtt a főzdefesztnek köszönhetően elindult a sörforradalomnak nevezett folyamat.
Szemtelenül fiatal, 20-30 éves sörfőzők jelentek meg a piacon, döntően a brit, illetve a belga sörkultúrából táplálkozó söreikkel. Ekkor tudatosult az átlag magyar fogyasztóban, hogy vannak ilyen sörök, mint IPA, EPA, APA, tehát India Pale Ale, English Pale Ale, America Pale Ale. És ma azt tudom mondani, hogy van rengeteg kis főzde Magyarországon, ezek egy része pedig olyan sört készít, ami bárhol a világon megállná a helyét. Akkor ez tényleg egy pozitív szemlélet tulajdonképpen, meg egy pozitív tapasztalat, hogy van valamiféle változás nálunk is. Az biztos, hogy itt lehetne beszélni ugye a nagyüzemi meg a kisüzemi sörfőzdékről is azért részletesebben. Talán nem titok, hogy mind a ketten rajongunk a cseh sör kultúráért és a cseh sörökért. Beszéljünk egy picit talán akkor erről, hogy mondjuk náluk miért van ennyire másként ez a sörkultúra, hogyan, mivel magyarázható ez, hogy teljesen más? Ennek van egy gyakorlati alapja, ez pedig a következő, itt az előbb említettem, hogy nem mindegy, hogy borszőlő hol és mikor terem. Nagyjából a határ ott húzható meg, ahol a régi magyar-cseh határ húzódott, tehát a mai Cseh Köztársaság déli részénél, Morva országnál vagy Morva földnél. Morva barátaimat, amikor meg szoktam kérdezni, hogy mitől mások a morvák, mint a csehek, akkor többféle választ szoktak adni, ezek közül az egyik, az így hangzik, hogy mi morvák, bort is iszunk, meg sört is, mert hogy náluk terem kiváló fehérbor. Viszont ettől északabbra már egyre nehezebb kiváló borokat termelni. Következésképpen Csehország klasszikusan abba az övezetbe esik bele, ahol az elsődleges ital hagyományosan a sör. Hát a legkorábbi említése annak, hogy Csehföldön sört készítenek, az nagyon korai, 993 Krisztus után. A mai Prága területén található Bzsefnov kolostora, az itteni szerzeteseknek tiltja meg Prága püspöke Adalbert eredeti lengyel nevén Vojtěch, hogy sört készítsenek. Nem jár sikerrel a törekvés, a mai napig készítik a szerzetesek ebben a kolostorban a sört. Viszont innentől kezdve azt lehet mondani, hogy a cseh sörfőzés az tulajdonképpen csak úgy, mint ahogy a teljes német nyelvterület sörfőzése. Az gyakorlatilag innentől kezdve hagyományá vált, és ezt semmi és senki nem tudta kikezdeni. Tehát itt ismert dolog, ugye, hogy a cseh történelme, ha végig tekintünk, akkor voltak nekik is rázó szakaszaik, de azon, hogy a sörfogyasztás az teljesen hétköznapi része lett az életüknek, és egy idő után a nemzeti identitásnak is a részévé vált, hogy kiváló sört készítenek. Rögtön hozzá kell tennem, hogy a klasszikus cseh sörfőzés, ahogy ma látjuk, ami tehát a lágerek, illetve a pilzeni típusok sörök dominálják. Na ez a 19. század derekától indul el ebbe az irányba, korábban ugyanis sorsterjesztésű sörök nem léteztek, tehát bármennyire meglepően hangzik, a mai élhez közeli söröket ittak ott is. Egyébként pedig maga az a klasszikus cseh királyság sörfőzése, az tulajdonképpen a dél-német hagyományokhoz állt közel, ide értem Ausztriát, Baden-Württembergöt, Bayern Münchent, tehát tulajdonképpen ettől elég nehéz is volt egy darabig megkülönböztetni. Mai napig lehet késhegyre menő harcokat vívni, hogy a knödelből lett a knédli, vagy a knédli a knödel. Maradjunk, hogy arról beszélünk. És ugye a kettő különbségéről még egy picit beszéljünk, tehát amit én tapasztalok mondjuk mindig Csehországban, hogy szinte bárhova esünk be, ott kiváló minőségű söröket kapunk, még ez mondjuk nálunk egy kicsivel azért nehézkesebb nyilván itt a nagyüzemi sörfőzés tekintetében. Illetve ami nagyon érdekes az, hogy ott nem ez a klasszikus értelembe vett kocsma hangulat van, hanem nagyon sokszor ugye az éttermekkel összekapcsolódva egyfajta programként. Mit gondolsz nálunk, miért nincsen, vagy lehetne esetleg egy ilyen típusú gasztronómiát felállítani és kialakítani, mint ami mondjuk ott is van, vagy például ahol Kassán is, tehát hogy ezek én azt tapasztalom, ami nekem nagyon furcsa, hogy ezek mennek ezek az éttermes tangsörös világok, hogy fogyasztanak annyit, hogy mégis mértéke. Itthon viszont egyszerűen nem tudom, hogy miért nem, vagy miért kell ennyire megharcolni mondjuk, hogy egy jó tangpilsner tudjunk inni valahol, ha érthető a kérdésem. Teljesen érthető, viszont erről reggelig beszélgethetnénk, de megpróbálom megragadni ennek a legfőbb elemeit röviden. Kezdjük például azzal, hogy teljesen más volt a polgári fejlődése mondjuk Csehországnak, mint mondjuk Magyarországnak, vagy mondok egy másik példát Lengyelországnak. De szoktuk emlegetni, hogy mi a lengyelekkel milyen jól megértjük egymást. Ezt, hogyha történeti táblában nézem, akkor egyebek mellett oda vezethető vissza, hogy ebben a két közép-kelet-európai országban, tehát a Lengyel Királyságban, meg a Magyar Királyságban felülreprezentált volt a társadalom egészéhez mérten a nemesség aránya. Ők határozták meg általában az ország politikáját, ugyanakkor azonban Csehországra, és ez közismert, sokkal inkább jellemző volt a polgárosodásnak az izmosodása, az ipari polgárság, a kereskedő polgárság, az értelmiségnek a térnyerése. Ez egyfajta mentalitásbeli különbséget jelent. Tehát sokkal inkább az a fajta polgári típusú sörözés alakult ki
Csehországban, ami nálunk kevésbé ragadható meg, egyébként mellett pont azért, mert a polgárságnál sosem volt annyira izmos, mint ott. Ilyen értelemben megint csak említeném, hogy a Csehországot, a cseh területeket azt a német területekkel rokonítanám, ugye nem véletlenül, hogy volt ott egy nagy létszámú német lakosság, más kérdés, 1945-ben a kitelepítéseknek köszönhetően, idézőjelben köszönhetően, ugye milyen fogyatkozás szenvedett Csehország, vagy úgy tetszik Csehszlovákia. Tehát van egy ilyen polgári mentalitás mögötte, és ez valóban a mai napig, annak ellenére, hogy a rendszerváltások ott is voltak, ugye 45 után, aztán pedig 1990 után, ez valóban remekül megfogható, hogy jóval több az olyan jellegű vendéglátóipari egység, ahova az emberek elsődlegesen nem azért mennek, hogy utána a módosult tudatállapotba térjenek haza, hanem beszélgetni mennek, tehát közösségi tér, ahol politizálnak, beszélgetnek. Én mindig azt szoktam emlegetni, hogy van nekünk egy közös kocsma élményünk, ugye Brünnbe, ahol együtt még nem voltunk, de külön-külön már igen, tehát tudjuk, miről beszélünk. Ugye én ott láttam olvasó embereket, ami Magyarországon mérsékelten jellemző. Ez tehát egy más mentalitást takar. A másik dolog, ami ehhez hozzátartozik, és itt megint erre a fajta német kultúrkörre utalnék, hogy van egy német mondás, aminek a lényege, hogy melyik település igazi város, függetlenül attól, hogy jogilag micsoda, és az, aminek van saját levéltára és saját sörfőzdéje. Hát nyilván a levéltárnak, mint volt levéltáros és történész, külön örülök, na de ez viszont valóban Csehországra is igaz volt. Tehát általában, ha valaki bemegy egy kisebb helyre, mi az, amit először keres? A lokálbírt, a helyi sört. És ez a folyamatosság, ez valahogy sokkal jobban megmaradt, valószínűleg összefüggésben azzal, amiről az előbb beszéltem. Igen, ez nagyon érdekes, amit említettél, mert ott is például nálunk inkább az látható, hogy egy helyen mondjuk többfajta sör van, még mondjuk akár mondjuk tényleg Brünnben, ott nagyon sok esetben mondjuk egy vagy kettő, ami éppen az adott helyre jellemző, és mégis ott vannak, és akár családosan is már gyermekekkel mennek, tehát egy teljesen más mentalitás figyelhető meg náluk, mint nálunk. Igen, ugye ez is egy érdekes dolog, hogy most teljesen frivol példát fogok mondani, hogyha meglátnak egy magyar kocsmában mondjuk egy férfit meg egy nőt, akkor az utolsó gondolata lesz bárkinek, hogy itt egy férj meg egy feleségül. Mi Csehországban ez egy teljesen hétköznapi dolognak számít, az munka után találkoznak, megisznak két sört, majd pedig együtt hazatérnek. És valóban jellemző az is, hogy a gyermekek is ott sertepert élnek, nálunk ez talán kevésbé terjedt még ez a dolog. Most véletlenül se azt értsük ez alatt, hogy azt mondom, mindenki vigye kocsmába a gyermekét. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy egy teljesen más társadalmi tér ilyen értelemben a cseh kocsma, mint amilyen elképzelésünk a magyarországiról van. És az egy ilyen érdekes tapasztalat, hogy amikor a magyar fiatalok kimennek és rácsodálkoznak erre, hogy úgymond kocsmázni, sörözgetni az egy polgári attitűdnek a része. Teljesen más, igen. Bizony. Elképesztő. Említettem egy pillanatra itt a tangsörnek a fogalmát, erről egy picit tudsz mondani egy-két dolgot. A tangsör az a legjobb minőségű sörnek minősíthető, ugye sörhöz általában véve csapolva jutunk hozzá, de azt hordóról csapolják le. Aztán vannak az üveges sörök, vannak a dobozos sörök, ez utóbbiak nagyon jól néznek ki, de általában véve ezek képviselik a leggyengébb minőséget, bár persze erről is vannak eltérő vélemények meg viták. A tangsörnek viszont az a végtelen nagy előnye van, hogy gyakorlatilag úgy isszuk a sört, mintha magában a főzdében innánk meg, hiszen magát a tankot szállítják el a főzdéből az adott kocsmába, vagy étterembe, vagy vendéglőbe. Egy hátulütője persze van, onnantól kezdve a csapra ütöttük, záros határidőmből meg kell inni, mert különben megromlik, de hát a tapasztalatom az, hogy nem szokott megromlani, mert a kedves vendég erre nem hagy időt. Magyarországon ennek sokkal kevésbé van szintén hagyománya. Pilsner úrkát is lehet inni Magyarországon, hál' Istennek tankról, de csak nagyon kevés helyen. Viszont a tapasztalatom az, hogy valóban ezek a sörök mindig elfogynak, de tegyünk hozzá még egy dolgot. Magára valamit adó főzdés, mondjuk a Pilsner úrkvel ilyen. Nagyon, de nagyon meggondolja, hogy hova szállít tangsört. Ugyanis neki azt kell garantálnia, úgyhogy személyesen nincs jelen a gyárképviselője, hiszen nem maga a gyárképviselője csapol, hogy ugyanazt a sörélményt kapja a kedves vendég, amit akkor kapna, ha elmenne a Pilsner úrkvelbe. Tehát nagyon komoly, úgymond minőségi feltételeknek kell megfelelnie annak, aki megkapja ezt a lehetőséget, és innentől kezdve vállalja azt a kockázatot, hogy nyakán marad-e a sör, vagy nem. Hogyha valaki szeretne egy kicsit jobban elmerülni így a sörök világában és a sörtörténelemben, akkor hol találkozhat veled, lesz-e valamilyen előadásod, bármit a közeljövőben, amiről lehet beszélni? Hát ezen a héten csütörtökön Miskolcon fogok beszélni, a Zipsben, pénteken Rétságon, a óvóhelyen. Tehát maradjunk annyiban, hogy tapasztalatom szerint a sör történetére van igény az embereknek, főleg, hogyha a gyakorlatban is tapasztalhatják azt, hogy milyen a jó sör. Ez alatt azt értem, hogy elsődlegesen kocingatnak, másodlagosan pedig meghallgatják a sörök históriájáról szóló mindenféle sztorikat, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, hogyha esetleg van ilyen irányú érdeklődése.
Mindenképpen van szerintem, és én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok érdeklődő van mindig nálad, és tényleg nyitottak erre a sokszínű világra. Igen, én is így tapasztalom, hála Istennek, és rögtön hozzáteszem, hogy én ezt is egyfajta mondjuk társadalmi haladásnak tudom be. Ez alatt azt értem, hogy van egy olyan polgári réteg Magyarországon is, amelyiknek igénye van arra, hogy egyfelől minőségi italt fogyasszon, ne pedig a mennyiséget helyezze úgymond a célkeresztbe. Másfelől pedig a tapasztalatom tényleg az, hogy érdekli őket, hogy mi a sör múltja. A sör múltja kapcsán persze mindig szóba jönnek nagyobb léptékű históriai kérdések, és nekem a legnagyobb öröm ilyenkor mindig az, amikor legalább egy, de inkább több vendég a végén odajön, és föltesz valami teljesen más jellegű kérdést, akár a kiegyezés kapcsán, akár az első világháború kapcsán, és ilyenkor aztán a történész szíve boldog. Nagyon szépen köszönöm, Csaba, hogy eljöttél hozzánk, és akkor sok érdeklődőt kívánok, és szerintem mi is hamarosan találkozunk. Én meg ebben egészen biztos vagyok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és a nézőknek pedig a figyelmet.